mert a demokratikus koalíció kezdeményezi azt, hogy az országgyűlés vegye le napirendjéről a rabszolgatörvény szavazását jövő szerdán, mivel jogszerűen nem lehet erről a törvényről szavazni, mert nem zárult le még az általános vitáról folyó jogi vita. Emlékeztetünk arra, hogy Lezsák Sándor levezető elnökként a rabszolgatörvény általános vitájában belefojtotta a szót az ellenzéki képviselőkbe, más képviselőknek nem adott szót a szabályos jelentkezés ellenére sem. Éppen ezért szabálytalanul zárta le az általános vitát. Emiatt az ellenzéki pártok, az MSZP-től a Jobbikig, az Igazságügyi Bizottsághoz fordultak egy közös beadvánnyal, amiben kezdeményezték az általános vita folytatását, Lezsák Sándor kizárását a vitából, és azt, hogy ez alkalommal már szabályszerűen menjen végbe az általános vita. Erről a beadványról az Igazságügyi Bizottság még nem döntött, ezért jövő szerdán nem lehet szabályosan megtartani a záró szavazást, hiszen szabályosan még nem zárult le az általános vita. A demokratikus koalíció szerint tehát a kormány törvénytelen módon akarja elfogadtatni a rabszolgatörvényt a jövő héten. A DK szerint a törvényről szóló szavazást le kell venni a napirendről, folytatni kell a törvényhasonlat általános vitáját, amelyet Lezsák Sándor törvénytelenül félbeszakított. Ha Fidesz szerdán mégis megtartja a szavazást, akkor ennek az eredményét ne fogadjuk el törvényesnek és érvényesnek. Ideje az, hogy a kormány is betart a törvényeket. A DK parlamenten belüli és parlamenten kívüli eszközökkel is tovább küzd a rabszolgatörvény ellen. Csatlakozunk a szakszervezetek aláírásgyűjtéséhez, és ott leszünk a holnapi tüntetésen is, délelőtt 10-től a Jászai Mari téren. Arra kérünk, hogy mindenki legyen ott, mutassuk meg azt, hogy európai magyarok vagyunk, és nem rabszolgák. A házszabály világosan leírja, hogy nem lehet szavazásra bocsátani egy törvényt, amíg nem zárult le az általános vita. Mivel a rabszolgatörvényről nem zárult le szavazás, sem az általános vita, Lezsák Sándor csak megszakította az ellenzék hozzászólásokat, és félbeszakította az ülést. És mivel erről az ügyről az Igazságügyi Bizottság még nem döntött, nem lehet szabályosan szavazni, éppen ezért kezdeményezzük azt, hogy vegye le napirendről a törvényjavaslat szavazását jövő szerdán az országgyűlés. Folytatódjon a vita, és jogilag elfogadható módon szülessen döntés. Persze azt is szeretnénk elérni, hogy ehelyett a felháborító, kizárólag a munkaadók érdekeit szolgáló törvényjavaslat helyett egy megfelelően egyeztetett, a munkások, a munkavállalók érdekeit szolgáló törvényt fogadjon el az országgyűlés.